A 2020-as év, mint minden más területen, úgy a sportterén is nagy kihívásokat okozott. Keszthelyen is a sport teljes vertikuma megszenvedte a járvány miatt szükséges korlátozó intézkedéseket, gazdasági nehézségeket. Vannak sportágak, melyek szinte lehetetlen helyzetbe kerültek. Az önkormányzat mindemellett kifejezte a kiállását, nem csak a kultúra, nem csak a civil szervezetek, hanem különösképpen a sport mellett is. A támogatásokat az Emberi Erőforrások Bizottsága nyújtja az egyesületeknek. A bizottság elnöke Csótár András elmondta, a koronavírus járvány okozta gazdasági válság nagy nehézséget jelent az önkormányzatnak. Keszthelyváros működési költségvetése körülbelül 4 milliárd forint, amelyből az idei év végéig számításaink szerint körülbelül 500 millió forint az az összeg, ami nem folyik be. És ennek a hiánynak az áthidalása egy különösen nehéz feladat. Mindemellett azonban nem feledkezhetünk meg a sportegyesületeinkről sem, akik becsülettel és eredményesen teszik a munkájukat a mindennapokban, és az önkormányzat erőn felül igyekszik támogatni az egyesületek munkáját. Csótár András hozzátette, a hozzájárulásokat idén két ütemben folyósította az Emberi Erőforrások Bizottságán keresztül az önkormányzat. Az utolsó közel 2,5 millió forintos támogatási összeg a héten érkezik meg az egyesületekhez. A város 20 egyesülete idén összesen 7 millió 150 ezer forintot kap az önkormányzattól. A költségvetés összeállításakor ennek az összegnek a dupláját tervezték be. A gazdasági válság miatt csökkentették a felére a dotációt. Mindemellett különösen ki kell emelni azt, hogy az önkormányzat az ingatlanjainak a biztosításával sok 10 millió forintos támogatást nyújt az egyesületek számára, azon a területen is, és a bizottságunk pedig cél támogatásként magára vállalt néhány egyesületnek, különösen nehéz helyzetbe került egyesületnek a segítségét. Így megsegítettük például a Kiszápák Egyesületet, hiszen az ő versenyúszóik, akik készültek a bajnokságra, az ő utaztatásukat a bizottság külön keretből magára vállalta. Csótár András szerint az ismert helyzetben erőn felülinek tekinthető a város által nyújtott sporttámogatás. Hozzátette, a lehetőségekhez képest sikeres és eredményes évet zárt a keszthelyi sport. A bizottsági elnök köszönetet mondott az egyesületek vezetőinek és sportolóinak a 2020-ban végzett áldozatos munkáért.